A zenéjé volt a főszerep az április 2-ai pincejáraton. A pincészetekben különböző zenei élményben lehetett részük a vendégeknek. A várszegi pincészet borait kóstoló érdeklődők Birta Miklós és Gesztesi Alexandra előadásában egy kevésbé ismert irányzat zenéjével ismerkedhettek meg. Milyen stílusban játszotok? Mióta játszotok együtt? Mióta játszunk együtt, Szandi? Szerintem kb. 5 éve. 5 éve, körülbelül. Aha. Leginkább jazz, illetve talán nem is annyira jazz, azt is, hanem minden, ami a jazz holdudvarában van. Gondolok itt például a... Hogy hívják ezt, amit a Munchai csinál? Milyenek a neve? Ez az, hogy nincsenek neve. Tehát, már ezek a műfajok nagyon elmosódtak. Tehát régen sokkal sarkalatosabban meg lehetett mondani, sőt, hát a régi zenéknek ilyen fan táboraik voltak, akik olyan ruhákban jártak, a depes módosok, a vemesek, ezelőtt 30-40 éve, ez ma már nem így van. Az ember rámegy, meghallgatja. Ha valakinek mond az a név valamit, hogy Munchai zenekar, akkor az például tőlük játszunk, vagy Tom Misch-től is játszunk. Ők a mai 20 éveseknek a zenéi. És hogyan szokta ezt fogadni a közönség? Szokták ismerni ezeket a dalokat, vagy pedig meg kell küzdeni azzal, hogy valahogyan ébren tartani őket, felkelteni a figyelmüket? Szerintem ez mindig nagyon nehéz terep. Van egy fantasztikus gitáros, egy ausztrál származású pofa, akit úgy hívnak, hogy Tommy Emmanuel. És ő most többször el szokott jönni Budapestre, és akkor például a Műpába 3000 ember elmegy, és ott játszik egyedül 2 órát. Na most én láttam róla a videót, amikor a 90-es években egy plázába játszott, egy ekkora dobogón, a folyosón, ahol a család ment a pici gyerekhez, nézd, papa, gitározik, gyere fiam, nem figyelünk oda. És ilyen körülmények között kellett gitároznia. Hogyha megnyerik, szóval az a helyzet, hogy... Amikor jön egy ilyen felkörés, akkor mi azt nagyjából tudjuk, hogy az a zene, amit mi csinálunk, az fekszik-e oda akár háttérzenének is, vagy sem. Ez a zene alkalmas pódiumzenére, tehát amikor az ember megveszi a jegyet, leül és meghallgatja a koncertet. De ez nagyon alkalmas arra, hogy szóljon a háttérbe. És a másik dolog, hogy ha valakinek ez nem, hogy is mondjam, ha nem fekszik, akkor nem jön el és nem vállal ilyen dolgokat. Nekünk ez öröm. A zene az mindig öröm, tehát az helyszíntől függetlenül. És hogyha ez az öröm csak egy picit is átmegy, akkor már az egész megérte. Buli, buli az egész. Egy másik alternatív műfaj képviselőjével a Szejbodgara pincészetben beszélgettünk. Elektroakusztikus gitárt használok, ami be van mikrofonozva, és akkor ezt ilyen perkuszív jelleggel csapkodom, és különböző elektromos effekteket használok. Gyakorlatilag fölveszem a saját játékomat, és arra játszok rá. Hát ez főként ambient stílus talán. Igyekszem háttérzenét játszani, és azt kell még róla tudni, hogy én évekig az utcazenélésből éltem, és ezzel jártam a világot, és valahogy itt kötöttem ki Budafokon. 3 évig éltem egy vitorláson, és ahol kikötöttem, ott ezeket a dalokat játszottam. Főleg improvizálok egyébként. Külföldön ez már nagyon megy, jó 20 éve. Magyarországon még nem annyira ismerik az emberek ezt a stílust, ezt úgy hívják, hogy fingerstyle gitározás. Pár magyar képviselője van, de nem nagyon elterjedt. Nagyon élvezem a háttérzenélést, mert nem kell konferálni, és igazából szabadon játszhatok, nem annyira vagyok a fókuszban. És hozzá tudok adni a hely atmoszférájához. Ez egy nemes feladat. Pozitív visszajelzéseket kapok. Hát nem először játszom így a pincejárat keretein belül, úgyhogy úgy tűnik, hogy tetszik az embereknek.
zenei kitekintések között más kulturális program is helyet kapott. A budafoki Magdolna udvarban található helytörténeti gyűjtemény egy kamara kiállítással bővült Hugonnai Vilma emlékére. Március 25-én volt, hogy 100 éve elhunyt Hugonnai Vilma, az első magyar orvosnő, aki ugye Nagytétényben született, és itt is nőtt föl a kastélyban. Rá kívánunk megemlékezni egy ilyen kamara kiállítással. Mögöttem látható tablón az életrajza olvasható, több képes lappal is készültünk, amit el lehet vinni, illetve olvasósarkot hoztunk létre, hogy egy kicsit így az irodalom szeretetére is rávezessük a látogatóinkat. Sokak számára ismerős Kertész Erzsébet klasszikus könyve, az úgynevezett csíkos könyvek közül, ami hát nem egy kifejezett lányregény, úgyhogy azt gondolom, hogy a mai kor olvasó számára is tartogat tanulságokat, illetve egy fantasztikus új kis kiadvány is született Kertész Edinától, aki májusban lesz majd a vendégünk itt a Tavaszi Művészeti Fesztivál részeként, és arról fogunk beszélni, hogy hogyan lehet megszólítani a gyerekeket egy olyan nő történetén keresztül, akinek a problémái talán most már ugye kevéssé érthetőek mondjuk egy mai gyerek számára, hiszen manapság meg mindenki járhat egyetemre, azt tanul, amit akar. Szóval ez egy érdekes kihívás, azt gondolom. Úgyhogy mindenképpen azt akartuk, hogy erről legyen szó egy külön beszélgetésben. Ugye mind a két regény ezt a kérdéskört dolgozza föl. Ugye a régebbi könyv egy önéletrajzi forma alapján, ez pedig remek illusztráció gyereknyelvre lefordítva. Egy családi nap keretében fogjuk ezt bemutatni, és azt gondolom, hogy ugye lesznek is itt gyerekek, akik majd kézbe foghatják ezt a könyvet, átlapozhatják, és az írónőtől is akár megtudhatnak többet az életrajzról. Változik a táj, a szép csillagod már, az is az enyém. A Katona Borházban tartott tehetségkutatón 9 együttes mutatkozott be, hogy elnyerje a budafoki bornapokon való fellépési lehetőséggel járó fődíjat. A mindennapi társalgásban soha nem voltam igazán jó. Az időjáráson annyit, hogy lehet, hogy esik még ma hó. Sokan vannak, akik kérdeznek, de választ nem is várnak. És van, hogy nem is kérdeznek, csak önmagukról dumálnak. A háromtagú zsűri döntése alapján a Semmi zenekar kapta idén a különdíjat, elsősorban frappány szövegei miatt. A verseny nyertese pedig a Deep Trio együttes lett. Meglepő volt, mert a beküldött videók alapján én egy picit más hangulatra számoltam. Sokkal-sokkal jobb volt így élőben mindenki, mint egy videón nézve, de hát ezt nyilván saját szakmámból színpadi emberként tudom, hogy amikor online koncerteket kellett adni a karantén idején, hát hogy az egyáltalán nem olyan, tehát nem lehet egy stúdióban vagy egy videóra olyan hangulatot teremteni, mint itt élőben, úgyhogy fergeteges jól éreztük magunkat, pedig elég hosszú délután volt, mert 9 zenekart hallgattunk végig, de nagyon üdítő volt, nagyon mások voltak, különböző zenei stílusokat hoztak, nagyon érdekesek voltak a saját zenék, fiatal, 10-20 évesek a javarésze, persze volt azért rutinosabb, idősebb bandák is, de én már olyan ritkán találkozom ennyire fiatal muzsikusokkal, és én komolyan föltöltöttem most ez alatt a nap alatt. Aki például most megnyerte ezt a mai tehetségkutató versenyt, a Deep Trio, ők szakmai színvonalon, a legmagasabb színvonalon állnak, de azt is mondhatnám, hogy profi szinten állnak, tehát bármelyik magyar színpadon megállják a helyüket, de ezen túl egy nagyon érdekes személyes előadásmódjuk is volt. A hangszerelésekben nagyon sok egyedi ötlettel gazdagították a dalokat. Jó volt a dalválasztás.
instrumentális zenekar, tehát nincs benne énekes, és mégis magával ragadó volt. Tehát a figyelmet a frontember, a gitáros annyira fent tudta tartani, hogy ez manapság ritka. Tehát rengeteg gitáros van ebben az országban, gondoljuk bele, minden zenekarban van egy-kettő. De aki magára tudja vonni a figyelmet, és ott is tartja, hát az nagyon kevés van, úgyhogy ez itt most nagyon az értékelésnél nagyon-nagyon számított. Mit szóltatok ahhoz, hogy ti nyertétek meg a zenei tehetségkutatót? Megmondom őszintén, meglepődtem rajta. Én amúgy a külön díjra számítottam, mármint így a zsűrinek a szakmaisága révén, tehát mi így a külön díjra pályáztunk, úgyhogy ez egy abszolút kellemes meglepetés, hogy a fődíjat hoztunk el, illetve mi nyertük meg ezt a tehetségkutatót. Remélem majd megfelelő színvonalon fogjuk tudni szeptember első hétvégén képviselni a zenekarunkkal ennek a rendezvénynek a színvonalát. Egyébként milyen stílusban játszotok? Mi a ti zenétek? Mi ezt úgy fogalmaztuk meg annak idején, amikor elkezdtük ezt a zenekar, hogy jazz and roll, tehát azért tulajdonképpen jazzes elemekkel tarkított rock and roll, tehát vannak olyan számaink, amik ugye régi nagy rock and roll slágerek, de ilyen swinges, jazzes, vicces, poénos feldolgozásban. Ezeket próbáltuk meg ugye nyomni ott a mi környékünkön, Bécs és környékén, és hát ebből az azért elég nagy siker lett úgy helyi szinten, hogyha mondhatom ezt így. Az, hogy vicces, humoros feldolgozás, az pontosan mit akar? Megpróbálunk olyan zenei figurákat belecsempészni egy ilyen adott régi nagy világslágerbe, ami meglepő, illetve vicces tud lenni, és még a zeneileg nem annyira kiművelt hallgató közönségnek is ugye feltűnést tud okozni, illetve olyan jól hallgatható tud lenni. Mik a terveitek a jövőre nézve? Szeretnénk most már így talán mondhatom azt, hogy a vírus lecsengése után a legtöbb helyen, a legtöbb fesztiválon, a legtöbb eseményen megmutatni ezt a jellegű zenét, és hát mindenhol játszani, ahol csak lehet. És terjeszteni az élő zenét és az élő hangszeres zenének a szeretetét továbbra is. Mindannyiunk élőzenész, kifejezetten mindannyiunk tanár egyébként. A többiek amúgy hivatásos tanárok, én mondjuk nem, én csak maszegét tanítok. De hát így van, ez az egyik élet célunk, tehát hogy még az igazi tradicionális élő hangszeres zenét bemutatni az embereknek, mit is lehet csinálni vagy művelni egy hangszeren.